Idén már 8. alkalommal rendezik meg a Pálos 70 zarándoklatot október első hétvégéjén. Erről és a különböző zarándoklat típusokról fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Puskás Róbert Antal atya és ifjabb Kadácsi Péter főszervező. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket. 8. alkalom, az most már egyre szebb, egyre jobban alakul, de menjünk vissza egészen a kezdetekhez, hogy kinek a fejéből pattant ki ez a zarándoklat? Itt a páros atyák között kell keresni a tetteseket? Én azt gondolom, hogy ez egy közös szándék volt. Molnár Andris barátom fejéből pattant ki az a gondolat, hogy egy ilyen több országon is esetleg átívelő a pálosokhoz kötődő túrát, zarándoklatot kéne csinálni egy kicsit másképpen. Egyfajta prevangelizációval, tehát hogy a teljesítménytúrázókat is megszólítva, a pálosok nyomdokaiba haladva egy közös túrát létrehozni, és elment az akkori tartományfőnökhöz, Botond atyához, és akkor ők ketten kezdték el kigondolni, hogy akkor ennek milyen keretrendszere lehet, és akkor szépen lassan becsurgott sok-sok ember, Antal atya, sok-sok pálos, illetve világi szervező önkéntes is, és hát 2 év után megszületett 8 évvel ezelőtt az első túra program, ami ezt felölelte. Azt gondoltam volna, hogy elsődlegesen mondjuk egy ilyen közös túrázás, egy közös élmény az elsődleges célja ennek a zarándoklatnak, és tényleg a zarándoklás a célja. Nem gondoltam volna, hogy ennek evangelizációs ereje is van, vagy hogy evangelizációs eszköz is lehet mondjuk a Pálos 70. Hát a mai időkben azt gondolom, hogy a zarándoklatok az egyik legalkalmasabb eszköz az evangelizációra. Éppen azért, mert az ember, amikor kilép a hétköznapok rendszeréből, akkor nyitottá válik bármire is, azt nagyon egyszerűen mondom, de éppen az a nyitottság teszi őt alkalmassá arra, hogy amiket impulzusokat kap, akár a természetből, akár a vezetésből, illetve az elmélkedésekből, az egészen mélyre be tudja fogadni. Beszéljünk egy kicsit az idei mottóról. Én nekem eddig bevallom, őszintén nem tűnt fel, hogy minden évben van valami mottó, ami körül mondjuk a zarándokutak csoportosulnak. Az győz, aki önmagát legyőzi, és akkor ennek a latin változata az idei központi gondolat. És itt Péter sugott, hogy kérdezzem meg, hogy honnan ered ez a gondolat, úgyhogy akkor Antal atya, honnan ered ez a gondolat, ez a rövid sor? Hát az eredeti az a latin volt, amivel találkoztam, a Vincit qui se Vincit, és utána is néztem, ez a maga teljes változatában úgy hangzik, hogy Vincit qui se Vincit in Victoria, egy latin szójáték, az győz, aki önmagát legyőzi a győzelemben. Ahol találkoztam ezzel a rövidke latin mondással, az egy sörös doboz volt, mégpedig egy alkoholmentes sörös doboz fölirata, és úgy nagyon megfogott, sokáig gondolkoztam, hogy mit is jelent, honnan jön, hogy tudom ezt alkalmazni, és mikor gondolkodtam az idei mottóról, akkor bejött, hogy hát ez nagyon is ide való, hiszen arról van szó egy zarándoklat során, hogy az ember megmássza a saját hegyeit belül, legyőzi azokat, illetve túl tud jutni azokon a látszólagos győzelmeken, amik megkísértik azzal, hogy valami nagyra emelkedett. De hát itt nem csak belső hegyeket kell megmászni, hanem mondjuk a Páros 70 zarándoklat, ez egy komoly teljesítménytúrának mondható. Arról Péter tudna komolyan beszélni, hogy micsoda terepek vannak, amik nyilván nagy kihívást jelentenek. Ott azért vannak, gondolom, szintkülönbségek, és 70 kilométert egy nap alatt megtenni, néha még autóval is sok, vagy autóval is akadályokba ütközik, nemhogy két lábon, és akkor a természet viszontagságainak kitéve, mondjuk október első hétvégén reméljük, hogy jó idő lesz. Biztos jó idő lesz, mert ezt elvileg Antal atyáik intézik, hogy megrendelték a jó időt. Igen, ez a 70 kilométer, ez valóban, ugye, ami igazából 74 kilométer, valóban megterhelő, jellemzően teljesítménytúrázók, futók, akik ezt egy nap alatt vállalják, és ezt felismerve is gondoltuk arra, hogy több különböző részre osztjuk ezt a 70 kilométeres távot, így lehet 3 napban is ezt a 70 kilométert teljesíteni, illetve rövidebb távoktól 40, 35, 20, 22 kilométerekben
lehet menni, illetve van egy rövid, egy nagyon rövid, egy 3 kilométeres kifejezetten a gyerekeknek, azt is ugye páros atyák vezetésével hirdettük meg. Nézzük meg akkor ezt a páros 70 teljesítménytúrát, itt én még a tavalyi beszélgetés, meg a tavaly előtti beszélgetésből is emlékszem, de puskázom is ugye, hogy a Szikla templomból indulnak a zarándokok, és a Mári Nosztrai egy templomhoz érkeznek, és ott, ha jól emlékszem, akkor egy közös ünnepi szentmise, egy nagy találkozás zárja a páros 70 zarándoklatot. Így van, a program ugye 3 napra nyúlik, pénteken indulnak el a 3 napos zarándokok, szombaton maga teljesítménytúrázók különböző helyszínekről, Szikla templomtól lehet elindulni, Csabánkáról, illetve Pilisszentlélekről, és hát túrák nagy része az Mária Nosztrához fut be, és vasárnap ott az ünnepi szentmisére 10:30-ra érkeznek meg az zarándokok, illetve aki a szentmisén részt kíván venni, azok ott tudnak esetleg megszállni, megpihenni a 70 km fáradalmai után, és az a búcsúi szentmise zárja magát ezt a 3 napot. A páros atyák hogyan kapcsolódnak be ezekbe az zarándoklatokba, vagy ezekbe az útvonalakba, mert itt azért vannak olyan, nem tudom, távolságok is, amikor azért van idő a kirándulás közben az elmélkedésre is. Így van. Hát elsősorban azt mondanám, hogy a Mária Nosztrán, a magyarok nagyasszonya búcsú, az egy pálos kegyhelyen van. Tehát ez a célja az egész zarándoklatnak, de egyébként útközben, amikor nem kifejezetten lihegünk fölfelé a hegyen, akkor van idő és nagyon sok alkalom arra, hogy elcsendesedjünk. Egyrészt maga a csend is egy olyan lehetőség, ami nagyon sokat szokott jelenteni, adni, illetve a füzet, amit a kezében tart, az is, abban is sok elmélkedés van egy-egy ponthoz, ahomin keresztül haladunk, illetve a zarándoklat vezető atyák, most akár én, akár az András atya, aki jön, vagy a János atya, a tartományfőnök, ő is hoz magával a talonjából, de 2 nővér, szerzetes nővér is csatlakozik hozzánk majd, úgyhogy igazi szerzetesi jelenlétre számíthatnak, akik jönnek. Beszéljünk egy kicsit a névadókról, mert minden útvonalnak, minden távolságnak van egy névadó személye, így például a Pálos 20 zarándoklat vezér Ferencről van elnevezve, róla talán kevesebbet hallhatunk, vagy mondjuk én például most hallok róla. Először ki volt ő, vagy hogyan kapcsolódik a Pálos közösséghez? A vezér Ferenc egy pálos atya, aki Pálos Szentkúton, ottani kegyhelyünkön volt házfőnök, és a háború utáni időszakban, 1951-ben egy koncepciós per keretében kivégezték, elítélték és kivégezték. Ott van eltemetve most Pálos Szentkúton, és gyakorlatilag rendi vértanúknak tartjuk őt. Aztán a Páros 22-re, Mete Szent Párról kapta a nevét, róla talán többet hallhattak a kedves nézők, illetve a Páros 35 pedig Virág Benedekről lett elnevezve, ő is szorosan kapcsolódik ugye a párosokhoz. Így van, egy páros költőről van szó. Nézzük meg akkor, hogy kik azok, akiknek mondjuk a Pálos 70, ugye a leghosszabb táv ajánlott. Itt már Antal atya mondta, hogy itt azért komoly edzettségi szint kell hozzá, futók, sportolók, de azért lehetnek mondjuk bátrabbak is, akik belevághatnak? Lehetnek bátrak, illetve én mindenképpen azt javaslom, hogy legyen egyfajta fizikai felkészültség. Nagyon-nagyon fontos, mert azért 74 kilométer az tényleg megviseli az embernek a szervezetét. De azáltal, hogy nem adtunk meg szintidőt, tehát gyakorlatilag 5 órától el lehet kezdeni elindulni a Szikla templomból, és hajnali 2-ig meg lehet érkezni Mária Nosztrára, tehát hogy mindenki a saját tempójába tudjon menni. Ezáltal azt gondoljuk, hogy nem csak a futók és a teljesítménytúrázók tudnak erre eljönni, tehát van mindenkinek ideje menni, és ha esetleg valaki úgy dönt, hogy időközben mégse bírná, akkor tudunk segíteni neki, és akkor el tudjuk vinni a kiszállási pontjához legközelebbi busz megállóban, hogy haza tudjon jutni. Úgyhogy mindenkinek mindenképpen ajánljuk, hogy részt vegyen. Aki esetleg a 70 kilométertől megijed, sok-sok apró táv van, és erről mind a honlapunkon lehet bővebb információt kapni. És itt az útvonalak alatt ugye kapunk lelki táplálékot is, de vannak-e például frissítő pontok, vagy ha valaki egy kicsit vágyik a fellélegzésre, akkor van-e erre lehetőség?
Igen, mind 12 ellenőrző pont van a 70 kilométeren felosztva, mindegyiken testi és lelki táplálékot hoztunk. A testi táplálékkal felfrissülést lehet testileg szerezni, a lelki táplálékot pedig mindenki saját döntése alapján magához veheti, megélheti, találkozhat vele. Ez egy saját döntés ott a ponton. Milyen újdonsággal készültök idén, mert lesz, azt tudom, és súgtál is, hogy most már nem csak két lábon, hanem két keréken is el lehet indulni. Így van, ez a kerékpálos, ugye a motorosok után szabadon biciklis vezetett zarándoklatunk lesz. Ez két nap alatt teszi meg ezt a távolságot. Gyakorlatilag a pálos 70 vonalán, ahol nem lehet biciklivel behajtani az erdőbe, ott egy kis kerülővel, de egy vezetett zarándoklat keretén belül két napon keresztül is egy Pilisszentlelki megszállással lehet a pálos 70-ben részt venni, aki a kerékpárnak a szerelmese. Már beszéltünk arról, hogy ugye evangelizációs ereje van a zarándoklatoknak, vagy mondjuk ennek a zarándoklatnak is, de mondjuk mennyire családi program, vagy mondjuk kicsiket, az idősebb korosztályig meg lehet-e szólítani, és ha igen, akkor hogyan? Azt gondolom, hogy kifejezetten a gyermek zarándoklat az ilyen, ami szombaton indul a Normafától, Buda-Szentlőrincig. Ez egy 3 kilométer, ahogy Péter említette. Nagyon-nagyon sok óvodás szüleikkel jön a zarándoklatra, és hát a gyerekek tempójában megyünk. Gyerekek számára hangzanak el rövid kis impulzusok, figyeljük a csendet, az erdőt, óvónők vezetésével is egyébként. Ez nagyon fontos. Úgy láttam, hogy a családok számára akár az az kicsi út, akár a megérkezés Buda-Szentlőrincre, az ottani nagyszerű környezetbe, játszótérrel, ebéddel, egy egészen jó szombati, hétvégi program. Aztán utána persze vonattal lehet hazautazni vissza a városba. Antal atyának van kedvenc távolsága, vagy idén melyik távon fogja vezetni a zarándoklatot? Hát én igyekszem végig ott lenni, hogyha az a lábam megengedi, meg minden más körülmény, de mindenképpen hát nekem a kedvenc távom, lehet ilyet mondani, az a szombati nap, ami végig erdőn, mezőn vezet keresztül. A péntek az kicsit még az eleje ilyen városon megy keresztül, aztán utána már elcsendesül minden, és az erdőben haladunk tovább. Péter, gondolom itt a szervezési munkában nem könnyű ez a fajta elcsendesedés, de azért te is részt veszel, hogyha nem is végig a 70 kilométeren, de azért ilyen bizonyos etapokon felbukkansz. Felbukkanok. Én nekem az a különlegességem, hogy szervezők közül talán egyedüliként még nem voltam a pálos 70-ben, csak indításokon. Én ilyen lótifuti ember, Jolly Joker pozíciót játszok aznap, és sajnos eddig mindig úgy volt, hogy be kellett valahova ugrani, mert mindig voltak kisebb-nagyobb nehézségek, de hát ha idén nem így lesz. Vannak rövidebb távok, például 3 kilométer, úgyhogy bizakodom benne, hogy lesz egy vagy másfél óra lyukam, és akkor ebbe részt tudok én. Ez a 8. alkalom, akkor talán majd a jubileumi 10-et, akkor lehetőséged lesz neked is legyalogolni, vagy részt venni benne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Antal atya még maradjon a következő beszélgetése is, és akkor jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen. Meg jó időt. Köszönjük.